A kávéházi randevút látják, nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és egy nagyon-nagyon finom cappuccino mellett fogok beszélgetni egy nagyon-nagyon új emberrel itt Szekszárdon. Magyar Biancát köszöntöm mély tisztelettel és nagy szeretettel, a Tarka SC új edzőjét. Szia! Szia! Én is köszöntöm a kedves nézőket. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a beszélgetésre. És hát interjú előtt azért már váltottunk egy pár szót, tartottunk egy ilyen nem ismerkedős estet, hanem ismerkedős délutánt, és ott azért nem elárultam nem titkolt célomot. Az a nem titkolt célom, hogy a következő 20-25 percben azért egy picit megismertessünk téged a kávéházi randevú nézőivel. Maradjunk mindjárt a forró hírnél, vagy a melegebb hírnél. Szekszárd több mindenről is ismert, az egyik a bor, a másik a kosárlabda, úgyhogy ha ebből a kettőből kiindult, a kosárlabdát képviseled, és Szekszárd egyik legismertebb, sőt az ország egyik legismertebb csapatának lettél a vezetőedzője. Honnan jött ez a felkérés? Igazából nem is olyan régi a hír. Körülbelül 2 hete keresett meg Szabó Gergő ügyvezető, hogy 8,5 év után távozik Zsejko, és én lennék az első számú jelöltjük. Úgyhogy hát nagy örömmel fogadtam el a felkérést. Azt gondolom, hogy ha az ember alszik rá 1 vagy 2 napot, akkor is ugyanúgy igent mond, hiszen ez egy óriási lehetőség. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon energikusan és motiváltan várom a következő szezont. Mit érez az ember, amikor meghall egy ilyen hírt azon kívül, hogy boldog? Ugye picit alszik rá, ahogy mondtad az előbb, de milyen érzések keringenek? Mi az, ami ilyenkor az emberre, gondolom én, hogy rászakad? Mert ugye az, hogy egy nagy megtiszteltetés, azért ez egy hatalmas nagy feladat is. Mit éreztél, amikor megkerestek? Nyilván óriási felelősség is. És nem csak azért, mert Szekszárd egy nagyon sikeres csapat, de tényleg, ahogy említettem, 8,5 évig dolgozott itt Zsejko, nagyon klassz eredményeket ért el a csapattal. Úgyhogy teljesen őszinte akarok lenni, én azt gondolom, hogy nem csak játékosnak, de edzőnek is mindig nagy álma, hogy egyszer egy nagy csapatnál legyen edző vagy játékos, és így volt ez nálam is. Az volt nekem a nagy célom, hogy egyszer egy Európa kupás csapatnak lesek a vezetőedzője, úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy ez most sikerült is. Na, milyen célokkal vágsz neki? Mik a terveid? Nyilván itt a szurkolók is, meg gondolom te is arra vagy kíváncsi, hogy eredményekben hogyan szeretnénk teljesíteni. Ezt azt gondolom, hogy most jelenleg a csapatépítés fázisa zajlik. Nyilván későn jött ez a Zsejkónak is ez az ötlete, vagy ez a döntése, hogy másik csapatnál folytatja. Úgyhogy a csapatépítés is most kezdődött meg az elmúlt 2 hétben. Alapjában véve azt gondolom, hogy nekem a legfontosabb feladatom és célom az, hogy a kilátogató szurkolók, szimpatizánsok egy olyan csapatot lássanak, aki egy szimpatikus és minden meccsre úgy szalad ki a pályára, hogy győzni szeretne. Nyilván lesznek változások a keretben is, meg a játékfelfogásban is, de a célom az, hogy akik itt játszanak már évek óta fiatal játékosok, magyar játékosok, ugyanúgy lehetőséghez jussanak, és ők is tudjanak szintet lépni, úgyhogy, és természetesen nyilván szeretnénk minden meccsre úgy kifutni a pályára, hogy győzelmi reményekkel, és ezért mindent meg is fogunk tenni. Én azt ígértem Gergőjéknek is, hogy mindent megteszek azért, hogy ez a csapat egy keményen dolgozó csapat legyen, és szívét, lelkét kitegye a pályára. Erős csapatot hagyott neked hátra, Zsejko? Erős a csapat? Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó magyar maggal rendelkező csapat a Szekszárd, akikben óriási potenciál van és óriási lehetőség, és ez az egyik feladatunk is, hogy őket használjuk és építsük tovább. Elindult egy nagyon jó úton ez a brigád, és szeretnénk őket tovább fejleszteni. Nyilván a másik ilyen cél az, hogy azért az elmúlt években nagyon sok sérüléssel küzdött a csapat folyamatosan. Szeretnénk ezeket a sérülések számát, ami nyilván ez egy kontaktsporták, tehát mindig benne van a sérülés, de szeretnénk nyilván úgy lehozni ezt a szezont, hogy minél kevesebb sérüléssel, tehát ne kelljen azért játékost igazolni szezon közben, mert egy nem kívánt sérülés történt, úgyhogy sok kitűzött célunk van, úgyhogy nagyon sok munka vár ránk.
És erős az edző? Erős az edző? A csapat erős, akkor megvan, hogy milyen posztokon. Tehát, hogy erősítenéd a magyar magot, hogy szintet léptetnél bizonyos játékosokkal. Te magad erős vagy? Erősnek érzed magad? Az oké, hogy tele van az ember tervekkel, megvan a kezdeti lendület, a kezdeti svung, de te magad úgy érzed, hogy akkor ez rendben lesz. Abszolút így érzem, különben nem vállaltam volna el ezt a feladatot. Óriási bennem a bizonyítási vágy, és nagyon érdekes a kérdés, mert amikor 2019-ben a TFN ugyanúgy felkértek, hogy legyek a csapatnak a vezetőedzője, akkor rengetegen kérdezték tőlem ezt, hogy 28 éves nőként, fiatal felnőttként megállod majd a helyed, vagy nincs benned ilyen félsz, és nagyon érdekes, mert most is nem érzek semmilyen félelmet, nyilván nagy bennem a tett vágy, de úgy érzem, hogy készen állok a feladatra, és erre vártam mindig is, hogy nemzetközi kupás csapatot irányíthassak, és most itt a lehetőség, és rajtam múlik, hogy mennyire tudok élni a lehetőséggel. De nyugtass meg engem, hogy most az én kérdésemben ezt nem érezted bele, tehát most ebben nekem nem volt ilyen szándékom, hogy fiatal vagy, mert még mindig fiatal vagy, és ugye a sajtóban és egy csomószor lehet olvasni, hogy a fiatal tehetség. Hál' Istennek, vagy nem hál' Istennek, a fiatal szót már nem használtad, úgyhogy lehet, hogy már idősebbnek nézek. Lehet, de semmilyen szándékom nem volt. Úgy gondoltam, hogy emberileg, mert tényleg az ember jön egy új helyre, akkor megvan a tett vágy, megvan, hogy mit szeretne, hogy szeretne, és akkor valamikor kiderül, hogy belül mégsem megy úgy, de akkor ezek szerint kívülbelül úgy érzed magad. Abszolút, és nem tudom, hogy tudják-e rólam, de az elmúlt évben sok utazással telt, tehát az elmúlt évben nem volt csapatom, ugyanis tavaly döntöttem úgy, hogy 5 év aktív edzősködés után ott hagyom a TF csapatát, mert volt bennem egy ilyen szándék, hogy szeretném magam külföldön is kipróbálni. Az elsődleges ilyen célom vagy álmom az volt, hogy szerettem volna az amerikai egyetemi bajnokságban egyik stábjában elhelyezkedni. Kint töltöttem Amerikában egy hónapot, de sajnos ilyen szinten nem jött össze ez a lehetőség nekem, úgyhogy azzal telt az elmúlt időszak, hogy tovább képeztem magam, jártam Kínába, Olaszországba, edzéseket megfigyeltem, és arra kellett, hogy rájöjjek, hogy szüksége van néha az embernek egy időszak után egy kicsit így megpihenni, és saját magát is analizálnia, mert egy szezon közben hajlamosak vagyunk, és tényleg csak a csapattal foglalkozunk, csak a játékosokkal, csak az ellenfelekkel, hogy tudunk napról napra jobb lenni, és egy kicsit így magunkat nem annyira tudjuk vizsgálni, úgyhogy nekem ez egy nagyon fontos év volt. Lemondtam csomó következtetés, hogy mi az, amiben javulnom kell, mi az, amiben erősödnöm kell, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó volt nekem ez az év. No, akkor most ismerjünk meg közelebbről egy picit. Nézzük meg, hogy jutottál el erre a bizonyos kispadra idat a KSC-hez, hogyan sikerült ide kerülni. Mehetünk egészen a kicsikorig. Az kiderül meg, az látszik rajtad, vagy úgy érződik rajtad, meg talán így az elmondottakból is ki lehet csemegézni, hogy a szenvedélyed a kosárlabda. Így volt ez mindig, gondolom. Abszolút. Ugye én soproni vagyok, egy nagy rivális városból érkezem. Konkurencia, igen. És hát azt kell rólam tudni, hogy ott kosárlabdáztam utánpótláskoruként, és ugye abban az időben Sopron-Pécs rangadók óriási meccsek voltak, én ezeken szocializálódtam, de valahogy azt vettem észre már egészen kiskoromban, hogy úgy nem is a játékosok érdekelnek, hogy nem is azt figyelem magamban, hogy én milyen játékos tudnék lenni, valószínűleg belül én is éreztem, hogy valószínűleg nagy játékos nem leszek. Későn is kezdtem el a kosárlabdát, meg nem is voltam a legnagyobb talentum, de mindig valahogy így az edzői tevékenység foglalkoztatott, hogy az edzők az oldalvonal mellett hogy reagálnak dolgokra, hogy viselkednek, úgyhogy azt gondolom, hogy már nagyon hamar így realizálódott, hogy a testnevelési egyetemre szeretnék majd menni. Úgyhogy felvételiztem is, és ott szereztem 3 diplomámat. Az elején tesi tanárként dolgoztam, és utánpótlás edző voltam, de valahogy mindig éreztem, hogy nem utánpótlás edző szeretnék lenni, hanem a felnőttekkel szeretnék foglalkozni. És vicces is, mert pont a napokban gondolkoztam ezen, hogy volt ilyen coachom, ha lehet így mondani, akivel így sokat beszélgettem, és mindig vázoltuk az 5 éves célokat, hogy mit szeretnék elérni 5 éven belül, és az benne volt már nem tudom hány éves, 20-valahány éves koromban, hogy én szeretnék 5 éven belül az NB1-be vezető edző lenni, és akkor ez sikerült 28 évesen, úgyhogy most lesz majd aktuális. Ez volt a TF MTK, ugye? Ez volt a TFS MTK.
2019-ben jutottunk fel az élvonalba, és arra nagyon büszke vagyok, hogy egy kis csapatként minden évben sikerült bekerülnünk a rájátszásba. Az első évben sikerült Magyar Kupa negyedik helyet is elérni. Tényleg feljutó csapatként azt gondolom, hogy ezek szép eredmények. És akkor úgy gondolkoztam, hogy szeretném most már így ilyen nemzetközi porondon is kipróbálni magamat. Azt megkérdezhetem, hogy miért éppen a felnőttek? Többször is említetted felnőtt, hogy utánpótlás edző voltam, de mindig is a vágyam a felnőtt volt, a felnőtt. Miért? Úgy értett, hogy 5 évet voltam utánpótlás csapatoknál edző. Egyébként ott is megvolt bennem ez a szenvedély, tehát legyen ez egy U12-es csapat, U14-es csapat. Mindig is az volt bennem, hogy velük is mindig nyerni, meg a legjobbnak lenni. De valahogy úgy éreztem, hogy nem tudom, ez ilyen álmom volt, hogy én felnőttekkel akarok foglalkozni, ott valahogy a taktika is más. Tehát én valahogy nem úgy gondoltam el magam, mert vannak szerintem a tipikus utánpótlás nevelőedzők, akik kiváló játékosokat tudnak nevelni és képezni, én meg valahogy mindig úgy voltam vele, hogy felnőtt csapattal szeretnék foglalkozni. De nagyon klassz, hogy megadatott az is, hogy 5 évig ott voltam az utánpótlásban, és utána felnőtt edző lettem. Mikor jön el az a pont, amikor ott vagy mondjuk egy MTK-nál, és akkor azt mondod, hogy most kész, most elég volt. Itt vannak a sikerek, osztályból följutottunk, magasabb osztályba, tényleg nézegettem a búcsú meccset képeit, zokog mindenki, szerintem még a kosárpalánk is téged csirat. Hogy jön az elhatározás? Lassan érlelődik, vagy hirtelen hozol meg egy ilyen döntést is, mint amikor hirtelen változtatsz edzőként taktikát? Hogy van ez? Én úgy gondolom, hogy ugye az első évben megnyertük a másodosztályt, és utána következett 4 év az élvonalba, és mindig is azt lehetett elmondani a TF-ről, hogy egy jó középcsapat, akik a nagy ellenfeleket is meg tudta szorongatni, vagy nagy csapatoknak is tudott bajt okozni. És egy idő után, tehát eltelt 4 év, és valahogy azt éreztem, hogy új ingerekre van szükségem. Itt voltam 4 évig, és valahogy azt éreztem, hogy a következő lépcsőfokra van szükségem, szeretném megugrani a következőt. Ezt szó volt arról is, hogy az utolsó évben ugyanúgy bekerülünk az Európa kupás helyre, ami a legjobb 6, és be is kerültünk, akkor elindul a csapat a TF Európa kupába, de sajnos ez nem jött össze, úgyhogy úgy éreztem, hogy szükség van váltásra. De nagyon-nagyon klassz évek voltak, és tényleg aki a TF meccseit nézi, mindig is azt látta, hogy ez egy jó közösség. És most is én edzőként is ebbe hiszek, hogy nagyon fontos az, hogy milyen közösséget építünk, milyen a csapaton belül a kémia. Úgyhogy itt is az lesz az egyik célom, hogy egy jó közösséget építsünk, akik képesek egymásért meghalni a pályán. És hát ebbe számítok is a szekszári szurkolókra, hiszen tényleg azt lehet mondani, hogy Szekszáron egy olyan közösség, egy olyan szurkolótábor alakult ki, ami irigyelésre méltó, és nagyon kevés ilyen csapat van Magyarországon, ahol ennyire fanatikusok a szurkolók, és ennyire szeretik, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz, és akár esetleg még több nézőt tudunk majd vonzani, mert azt gondolom, hogy ez az egyik célunk, hogy olyan kosárlabdát lássanak a szurkolók, ami abszolút szimpatikus, és tudnak vele azonosulni. Egy modern, lendületes kosárlabdát szeretnénk játszani. Beszélgessünk még egy picit erről a te nagy utazásodról, utazásaidról, erről a te életedben, erről a Grand Tourról, erről, ami az egy év volt. Azért az egy nem semmilyen szint, hogy mondjuk ott hagyod az MTK-t, és akkor lépsz egy szintet, és irány a kosárlabda főhazája, Amerika. Hogy jött? Úgy voltam vele, és ezt máig így csinálom, hogy szeretem minél több oldalról megvizsgálni, és minél széles körülben látni ezt az egészet. Tehát nagyon sok edzői klinikát hallgatok, szeretem más országok kosárlabda kultúráját megismerni, mert azt gondolom, hogy így tudok én is fejlődni, és így tudok én is szintet lépni. Tehát Amerikával ez volt az egyik célom, hogy tényleg a kosárlabda Mekkájába eljutni, és ott is óriási nagy megtiszteltetés volt nekem, hogy a Washington Mystics WNBA csapat edzéseit tudtam 2 hétig figyelni. Hozzám mindig is közel állt ez a stílus, ez a lendületes, gyors kosárlabda, és
szerintem szükség van néha megnézni más csapatoknál is, hogy hogy működnek a dolgok, és tanulni más. Te ott szerettél volna egyébként, az volt a terved, hogy ott maradsz és edzősködsz, tehát valamelyik amerikai NBA csapatnál? Hát nem is NBA-snél, de egy amerikai egyetemi csapatnál szerettem volna egy évet eltölteni. Igen, ez volt az egyik célom. Igen, de ugye nem volt semmilyen ügynököm, tehát magam próbáltam ezt az utat meglépni. Nyilván egy kicsit így vakon ugrottam a mélybe. De azért nem kevés bátorság. Én például nem is tudtam, honnan tudnám, hogy ügynök kell ahhoz is? Ahhoz is egy ügynök kell, hogy téged ott terelgessen kint? Tehát... Nyilván az ember oda megy egy fiatal edzőként, ahol egyáltalán nem ismerik. Jó, ha az embernek van egy olyan ember a karrierjében, aki egy kicsit képviselni tudja, tehát hogy nulla kapcsolatrendszerrel kimenni. Ez nekem tényleg arra volt jó, hogy hál' Istennek eljutottam egy-két helyre, és láttam egy-két edzést, de sajnos az nem jött össze. Utólag már nem mondom azt, hogy bánom, hiszen azt gondolom, hogy a szexárdal... Tessék? Azért ülünk itt, így van, és azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség most nekem a pályafutásomba. Mi történt Amerika után? Amerika után az egyetemi válogatottal elkezdtünk dolgozni nyáron, és felkészülni az Univerziádéra, ami Kínában volt, Chengduban, és óriási élmény volt ez az egész nyár, és tényleg eljutni egy másik kontinensre, és meglátni, megtapasztalni egy másik kultúrát. Ettől is mindannyian, nem csak a magam nevében, de a játékosok nevében is mondhatom, hogy óriási élményekkel gazdagodtunk, és ötödik helyen végeztünk, amire 40 éve nem volt példa az egyetemi, magyar egyetemi kosárlabdázásban, úgyhogy erre is nagyon büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy sikeresen tértünk haza. Hogyan lehet edzeni, jó felkészíteni egy válogatottat? Erről megoszthatnál velünk néhány gondolatot, már csak azért is, mert ugye mindenki egy másik csapatból jön, vagy többen másik csapatból jönnek, teljesen más mentalitással, és mondjuk akár ha egyetemi válogatott, még talán másik országból is? Nem, ez a magyar egyetemi válogatott. Tehát olyanra van példa, hogy magyar játékos, és mondjuk Amerikába jár egyetemre, de alapjában az a koncepció, vagy az volt a koncepció tavaly, hogy az U20-as válogatottból kiöregedő játékosok, illetve akik nem kerültek még be a felnőtt válogatottba, ezeket a játékosokat hívjuk meg. Nyilván ez egy szűk keresztmetszet, tehát nem volt olyan sok játékosunk, viszont olyan 12 játékossal tudtunk kiutazni, akik abszolút eltökéltek voltak, és óriási volt bennük a bizonyítási vágy, és egy nagyon jó brigád alakult ki. Egy 5 hetes felkészülés előzte meg az Univerziádét, ahol 5 edzőmeccset játszottunk a nyár folyamán, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az 5 hét elég volt arra, hogy amit említettél, különböző klubokból érkeztek a játékosok, teljesen összeszoktunk így a nyár végére, és tényleg nagyon klassz volt az, hogy elutaztunk Kínába, és olyan csapatokkal tudtunk játszani, akikkel előtte még nem játszottunk, és egy teljesen más kosárlabda kultúrákkal tudtunk megismerni, gondolok itt Japánra vagy Argentínára, úgyhogy egy nagyon jó élmény volt, és az volt az elsődleges célkitűzésünk, hogy jussunk 8-ba. Ez sikerült, és utána sajnos a legjobb 4-be jutás pár ponton múlt, de büszke vagyok a csapatra, hogy utána nem engedett ki, hanem meg tudtuk szerezni az 5. helyet. A végén aztán a lengyelekkel játszottunk, és tudtuk őket magabiztosan megverni, és azt gondolom, hogy egy óriási élmény volt ez az egész Univerziádé. Akkor most, hogy ilyen stílusos lehetek, lecsapom a magas labdát. Hogyan kosaroznak a japánok mondjuk? A japánokról azt kell tudni, hogy nincsen egy klasszikus ötös centerük, tehát alacsonyak, picik, és mindenki dobja a 3 pontost, és nagyon gyorsak, és náluk a tranzíciós játék az még gyorsabb, mint náluk, tehát tényleg ilyen 3-4 másodperces akciókat képesek vezetni, mindenhol ott vannak, nagyon fegyelmezetten védekeznek, rengeteg ilyen randomszerű csapdát alkalmaznak, és öröm volt nézni már a bemelegítésüket is, és a másik ilyen, ami még Amerika mellett nagyon volt, hogy nagyon elmennék egyszer Japánba, és megnézném, hogy ott hogy dolgoznak akár a kluboknál, akár a válogatottnál, hiszen azt gondolom, hogy tiszteletre méltó, hogy ők ezt csinálják, és amilyen szorgalmasak. De ez azt gondolom, hogy nem csak kosárlabdában mondható el róluk, hanem úgy az élet minden területén nagyon alázatosak, és tényleg jó nézni, ahogy dolgoznak.
És mi jellemzi mondjuk az argentinokat? Akkor mondjuk ez a tüzesség például? Az argentinokat abszolút a tüzesség. Tényleg róluk azt lehet elmondani, hogy nagyon vidámak, nagyon a faluban is, a sportolói faluban is hangosan énekeltek, nagyon magabiztosak, úgyhogy ővelük is jó volt játszani, őket sikerült megvernünk, tehát velük még a csoportban találkoztunk. Úgyhogy érdekes volt megtapasztalni ezeket a különböző stílusokat. Meg akkor valahol mondhatjuk azt, hogy egy ország mentalitása ott van egy csapatban, tehát azért visszajön. Abszolút, teljesen igazad van, és ebben egyetértek, hogy kicsit, amit a pályán képviselsz, úgy elmondható, hogy milyen vagy te valójában, vagy milyen stílus képvisel téged. És utána jött a te utazós időszakod. Utána voltam egy kis időt Szkióban, egy Euroliga csapatnál voltam ugyanúgy edzéseket megfigyelni, ami szintén sokat adott, és jó élmény volt, és utána pedig itthon voltam, és igyekeztem magam tovább képezni, és akkor jött igazából ez az ajánlat. Amit pár hete jelentettek be, tehát akkor tulajdonképpen körbe is értünk az éven. Tehát akkor be is értünk az évbe. No, hát akkor kanyarodjunk vissza a KSC-hez. Így a terveidet, az elképzeléseidet mondtad. Maga az érdemi munka az hogyan indul? Hát csak azért kérdezem, hogy a tényleges munka mikor kezdődik, mert mondtad, hogy ezt az interjút, ezt meg tudjuk csinálni, mert ma éppen itt vagy Szekszárdon, tehát még nem itt laksz. Még nem itt lakom. Július második felében fogok ide költözni, és azokkal a játékosokkal elkezdeni dolgozni, akik már a válogatottból visszatértek, vagy akik nincsenek a válogatottba. De az érdemi munka, az alapozás az augusztus 5-én fog elkezdődni. Augusztusban még csak a magyar játékosokra számíthatunk, és szeptember elején fognak megérkezni a külföldi játékosaink, akikről még biztosat tehát nem tudunk mondani. Illetve két igazolásunk már van, de ezek még nem nyilvánosak, ezeket majd... Rá sem kérde, igen, mert önök is szemlesütve mondtad, hogy még nem, igen, tehát... Igen, úgyhogy magyar játékosoknál is lehet, hogy lesz változás, vagy érkező, de ezekről is csak későbbiekben tudunk majd beszámolni, de tehát most pont úgy ülök itt, hogy a csapatépítés kellős közepén tartunk. Milyen típusú a szekszárdi csapatnak a mentalitása? Ezt csak azért kérdezem, mert mondtad, hogy egy országos szinten is ritka, nagyon-nagyon jó, fogalmazunk így jó értelemben, ultrákból áll a szurkolói bázis, de milyen a szekszárdi csapat mentalitása? Tehát amikor te idejöttél mondjuk soproniként, és ezt most így látod, és akkor hú, ezek a csajok olyanok, hogy milyenek? Én azt gondolom, hogyha most így a kosárlabda oldaláról kérdezed, akkor egy nagyon védekező orientált, tehát Zsejko nagyon megkövetelte tőlük a kemény védelmet és az agresszivitást, ami azt gondolom, hogy szuper és nagyon hatékony volt. És a kilátogató nézők azt látták tényleg, hogy egy nagyon agresszív csapat a Szekszárd, egy nagyon küzdős csapat, és a támadó oldalról kérdezed, egy nagyon center-orientált, tehát Zsejko ebbe hitt nagyon, hogy minél több festéken belül szerzett pont szülessen a mérkőzésem. Viszont, hogyha a másik oldalról kérdezett, hogy milyen a légkör, nagyon érdekes, mert ha lehet így mondani, Szekszárnak egy ilyen retro csarnoka van, egy ilyen régi csarnoka van, de mindig ellenfélként is nagyon jó érzés volt ide bejönni, és még az ellenfél kispadján ülve is ez az egész millió nagyon-nagyon extra volt. Azt gondolom, hogy a szurkolók, meg a vezetőség, Naomi és Gergő egy olyan légkört alakítanak ki, ami nagyon családias, és nagyon vonzó a szurkolóknak is, és a játékosoknak is, meg az edzőknek is, és tényleg ők azon dolgoznak, hogy minden feltételt biztosítsanak, hogy itt keményen és jól lehessen dolgozni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a jövőben is ez lesz a cél, hogy kemény munka folyjon itt a mindennapokban. És akkor most tegyük félre egy kicsit a munkát, beszélgessünk egy picit a hobbiról, de a hobbit még előzze meg maga a Szekszárd. Körülnéztél már itt a városban, ismerkedsz már úgy velünk? Igen, ebben a kávézóban még nem jártam. Na tessék! De biztos, hogy fogok. Voltam már pár helyen, de még nem mondanám azt, hogy minden jó kis helyet tudnék, hogy hova lehet elmenni. Mérhetően akkor még nem tanulmányoztad a várost. Még és nem. Akkor a hobbi? A kosárlabdán kívül. Hát nem kívül. Kosár. Igen, tehát, hogy
Sokszor mondják tényleg azt, hogy ilyen szempontból fanatikus vagyok, mert képes vagyok, és a szabad időmben is meccseket nézek, vagy játékosokat figyelek. De ha azt kell mondani, hogy mi az, ami úgy igazán kikapcsol, amikor otthon vagyok, az a főzés, és ezt így pár éve kaptam erre így rá. Úgyhogy ha lehet azt mondani, akkor ezt mondanám. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a beszélgetésre, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk ahhoz, hogy vezesd arra a csapatot, amelyre tervezted, hogy sikerüljenek a terveid. Az álmod megvalósult, felnőtt csapatedzője lettél, felnőtt csapatedzője vagy már, úgyhogy a többi az akkor rajtatok múlik, de ehhez mi nagyon sok sikert kívánunk. Magyar Biankának nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen a beszélgetést, a kedves nézőknek pedig, hogy velünk tartottak, a Kávéházi Rendezvút látták, további jó tévézést, viszontlátásra!